Sziasztok! Véget ért a szezon, és azt kell mondanom, hogy kicsit felemás érzéseim vannak a döntővel kapcsolatban. Ami biztos, hogy az elmúlt évek döntőit figyelembe véve egy igazán jó mérkőzést kaptunk, melyen a bírók ismét nagyobb szerepet játszottak, mint kellett volna nekik. De erről picit később. Viszont végleges a draft sorrend, így lassan jönnek az első mokkok majd. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik figyelemmel követték a szezonban a videóimat, és egy bejelentést is tenni, ugyanis együttműködési megállapodást kötöttem az NHFL, azaz az NFL Hungarian Fans Szurkolói Egyesülettel részletekkel később jelentkezem. De nézzük a mérkőzésen történteket. Ugyanis a kensesziek bezsebelték a második gyűrűjüket is négy év alatt, azzal, hogy megfordították a mérkőzést. Azonban ez sok tekintetben az első Super Bowl volt. Ugyanis a Kelsey Bowl volt az első, ahol egy testvérpár két csapata feszült egymásnak, ráadásul az első abban is, hogy két fekete irányító csatáját figyelhettük, mármint ha mahomes feketének tekintjük. Továbbá ez volt az első Super Bowl, ahol kettő ausztrál játékos is pályára lépett, mindketten az Eagle színeiben, ők pedig nem mások, mint Erin Sipos és Jordan Mailata. Valamint a Super Bowlok történetének legfiatalabb kezdőirányító párosát is ez az összecsapás hozta, ugyanis Mahomes 27, míg Hertz mindössze 24 évesen lépett az arizóniai gyepre. A meccs amúgy is rossz előjelekkel indult a Kansas számára, hiszen mostanában az MVP-knek nem nagyon sikerült nyernie a nagy döntőben, és még a pénzfeldobást is megnyerték, amin szintén átokül a filadelfiaiak pedig ki is használták a kezdésüket, mint Smith, mint hertz remek előrehaladásokat produkált, melynek a végén Gamewell futott be a célterületre. De ez nem lett touchdown, ugyanis a videózás során megállapították, hogy Gamewell karja leért a földre a vonal előtt. Jöhetett egy egyardos szituáció, amiben az Eagles verhetetlen idén és most is bebizonyították, hogy mindegy, hogy hány embert állítanak eléjük, ez nem akadályozza meg őket, így Hertz hat pontosával vezetést is szereztek. Jöhetett Mahomes, és Kelseyvel az oldalán meg is mutatta, hogy hiába a sztárolt védelem, ők ide egyértelműen győzni érkeztek. Kelsinek két elkapása volt a támadás során, melyel 38 yardot haladtak a cél felé, a másodikkal pedig meg is lett az egyenlítés. Mellette pedig Pacsékó is megmutatta, hogy miért is ő lett az egyértelmű választás a szezon végére, ha a kezdőfutót keressük. Ezután a sasoknak nem is sikerült pontot szerezni az éledező kenszeszi védőfal ellen, így mehomszék a vezetésért támadhattak. És ismét Kelsey lépett elő, ugyanis sikerült elszakadnia és elkapnia egy 22 yardos paszt. Azonban ez is csak arra volt elég, hogy Batker megpróbálhassa berúgni a labdát, de a rúgó a kapufát találta telibe, így maradt a döntetlen, és támadhatott a Fili. A negyed így AJ Brown első elkapásával és egy first zárult. A második negyed első passzával pedig meglett a második Brown elkapás, de még milyen? Hertz dobta fel a labdát a célterületre, amit Brown behúzott. Ez alatt 45 yardot tett meg a labda a levegőben, ismét vezettek az zöldek. És itt a Chiefsnek nem sikerült sokáig pályán maradni, így az Eagles megtörhette volna a főnököket egy újabb touchdownnal, de helyette Hörc elrejtette a labdát, amit Bolton tudott felkapni, és meg sem állt vele a célterületig. Nem sokan számítottak arra, hogy a kansas védelem fog egyenlíteni. A Fili azonban nem adta fel, és a következő támadásból megint vezetés szerzett, és ezt is Hörc futotta meg, így a fiatal irányító két futott és egy dobott hat pontosnál járt, kevesebb, mint egy fél idő alatt. Ezután pedig Mahomes sikerült elkapni, sántikálva kullogott le a pályáról, és mindenki azon gondolkodott, hogy mi lesz így a chiefs hiszen Henivel azért a győzelmi esélyek merőben csökkentek. Újabb pont nélkül záródó támadás az AFC bajnokától, és nem tűntek jónak az esélyeik. Főleg, hogy a fél idő előtt a Filinek sikerült növelni az előnyét, ugyanis Jake Elliott berúgta a field -gólt. Jöhetett Rihanna és a félidei show, a csapatok pedig felemás hangulatban mehettek pihenni, hiszen míg a Fili 10 pontos előny készülhetett a második játék részre, a kenszeszélyeknek valahogy össze kellett foltozniuk az alapszakasz mvp -t. És nem tudom mit adtak be neki, de működött, hiszen ahogy visszatértek, azonnal sikerült a zárkózás egy pacsékó futott touchdownnal, és ami a legfontosabb, hogy Mahomes nem tűnt egyáltalán sérültnek de az Eagles sem lassított, és Dallas Goddard szép elkapásaival haladtak a Kansasiek gólvonala felé. Itt azért megjegyezném, hogy Dallas ennél közelebb nem volt mostanában a Super Bowlhoz. A támadást azonban sikerült megállítani, és csak field goal rúghatott el iott. A Chiefs nem tudott már sok mindent tenni ebben a negyedben, így jöhetett a végjáték, a szezon utolsó 15 perce kezdődött és itt jött két játékos is, akinek a neveit Juju Smith Schuster remek elkapásokkal vitte előre a csapatát, majd Kadarius tonít hagyták üresen a sasok védői, így könnyedén besétálhatott Mahomes passzával a kezében a célterületre. Az első hatalmas hiba a Philadelphia védelmétől. A támadókat pedig a Kansas védelme tartotta fel, így három kísérlet után jöhettek is le a pályáról, hogy csipos pantja után ismét Tonyról beszélhessünk, és a 65 yardos visszahordásáról, ami hozzásegítette a csapatát, hogy igen kedvező pozícióból támadhasson a 8 pontos előnyért. Ami egy újabb védelmi hiba után könnyedén össze is jött, hiszen Skymour tudott üresen labdát kapni. A második hiba a Fili védelemtől. 10 pontos előnyről 8 pontos hátrányban találta magát az Eagles, és a félelmetes védelem több hibát is elkövetett. De nem adták fel, és mentek az egyenlítésért, Hertz pedig megoldotta a kult szituációkat, majd kiosztott egy hatalmas paszt Missnek, aki bár elkapta a labdát, de a cél előtt kilépett a pályáról, de csak egy yard hiányzott, és tudjuk, hogy mi a sasok erőssége idén. Természetesen meg is oldották, majd a két pontos kísérlet is összejött, így 5 perccel a vége előtt kiegyenlítettek. A Chiefs pörgette az időt, és valahogyan mindig sikerültek a first down is, és jött az az ítélet, ami annak ellenére vitatható, hogy maga az elkövető játékos is elismerte a szabálytalanságának a tényét. Kicsit kevesebb, mint két perc volt már csak hátra, amikor egy harmadik és nyolcas szituációban Mahomes feldobta a labdát Jujunak, de az jóval túlrepülte az elkapót. Totálisan elkaphatatlan labdának tűnt, ám ekkor jött egy zászló. Többször visszanéztem a felvételt több szögből, és tisztán látszik, hogy csak azután dobták be, miután elkaphatatlan lett a labda. Nem vagyok NFL bíró, de mindig azt szoktam látni, hogy rögtön a szabálytalanság pillanatában bedobják ezeket, de itt megvárták a játék végét. Érdekes. És ezzel az ítélettel ismét életben tartották mehomszék esélyeit a bírók, pont mint a konferencia döntőben is láttuk. A szezon során ennél sokkal nagyobb visszahúzásokat is elengedtek, és gondolom Bradbury is azért mondta, amit mondott, mert nem nagyon tehetett mást. Kíváncsi leszek, hogy jövőre hány ugyanilyen szituáció lesz, amit a büntetés helyett elkaphatatlan labdának fognak ítélni, itt meg győzelemhez segítették vele az egyik csapatot. No comment. A Chiefsnek ugyanis elég volt a maradék idő egy field és arra, hogy a Fili már ne tudjon visszatámadni. Ennek nem így kellett volna eldőlnie. Mahomes önmagához képest egy gyengébb bestét tudhat maga mögött, hiszen bár a passzai pontosak voltak, csak 182 yardot dobott, és a földön 44-et tett még hozzá. Az újonc Pacheco 76 yardal segítette a csapatát az előrehaladásban, és összességében az Eagles futásai nem voltak annyira hatékonyak, mint a kansas -sieké. Az irányító kedvenc célpontjai Juju és Kelsey voltak, és utóbbi minden felé szálló labdát el is kapott, összesen 81 yardért, míg Juju épp hogy átlépte az 50-et. Az MVP címet a győztes csapatból szokták kiosztani, de most Mahomes ezt nem érdemelte meg, mert a pályán Hertz volt a jobbjátékos ezen az estén, és megérdemelte volna azt, hiszen többet tett a csapata esélyének életben tartásáért, mint az, aki ő magát a díját kapta. Összesen négy touchdown fűződik a nevéhez, amiből hármat ő maga futott meg, és egy két pontos kísérletet is teljesített. Szerzett 310 yardot a levegőben, több nagy dobással, igaz, volt pár kockázatos is közte. És a földön hozzátett tehez 70-et. Talán csak a fanbője az, amit negatívan lehet felhozni vele szemben, és igaz, lehet, hogy azon ment el a meccs. Devonta Smith és AJ Brown majd 200 yardot haladt előre a passzaiból, és utóbbinak ugye a touchdown is összejött. Smith-től pedig elvettek egy nagy elkapást, hozzáteszem, teljesen jogosan. Összességében szerintem egy élvezetes meccset láthattunk, amit az utolsó két perc rontott el valamelyest, de szebbnél szebb játékokat figyelhetett mindenki, aki fennmaradt. Nagy elkapások, szép futások és egy remek visszahordás, ezekre mindig emlékezni fogunk és a filadelfiai védelem idézőjeles összeomlására is. A szezont így ezzel a rossz tippel zárjuk, de jövőre is megpróbálom majd megtippelni nektek a heti nyerteseket. Köszönöm, hogy velem voltatok az idényben, és hogy ezt is megnéztétek. Most jön egy kisebb szünet, de dolgozom az anyagokon, így nem sokára újra találkozhattok velem. Addig is, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a holcazon béli videókról se. Sziasztok!